Idén is lehetőség nyílik arra, hogy szünidei étkeztetést igényeljenek a szülők a nyári vakációt töltő gyermeküknek. Érvényes ez azokra a napokra, amikor a bölcsöde vagy az óvoda zárva tart. Jogosultak étkezésre továbbá a vármegye székhelyen nappali tagozaton tanuló 18 év alatti állandó nyíregyházi lakcímmel tartózkodási helyen rendelkező hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok. A korábbi évektől eltérően az ételt házhoz szállítják minden nap 11 és 13 óra között. Nyíregyházán jelenleg 530 olyan gyermek van, aki ilyen keresztényben részesül. Mivel ezt nekik kérni kell az étkeztetést, 350-en kérték. Ez azért ragaszkodunk, hogy ez azért előírás, hogy ne főzzünk le több adagot, mint csak annyi, amennyien kérik. Tehát aki jogosult és nem kérte, gyakorlatilag a nyári szünet alatt bármikor kérheti, és egy pár nap átfutás idővel meg fogja kapni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyitott a pálya mind az 530 gyermek számára, és arra is bizatok mindenkit, hogy aki nem kérte, az jöjjön be a szociális osztály ügyfélszolgálatára, és kérje ezt az ellátást. És ami még fontos lehet, hogy kimondtam azt a kulcsot, hogy rendszeres gyermekkedvezményben részesülők. Ezek hátrányos és halmozott hátrányos helyzetű gyermekek. Aki úgy érzi, hogy ebbe a kategóriába esik, de neki nincs megállapítva ez a jogviszony, akkor azt kérje, mert a jegyző egy hatósági eljárás keretében egy évre előre megállapítja. És aki rendszeres gyermekkedvezményben részesül, az több más benne a nevében kedvezményt is kaphat. Ez már itt a Kálósemjéni önkormányzat által működtetett konyha, mely a település teljes szociális étkeztetését látja el. Ez tanulmányi időben közel 450 fő étkezését jelenti. A konyha 2019-ben esett át egy nagyobb felújításon. Itt jelenleg a tábori étkezők száma 39 fő, a szociális étkezők száma 67, a szünidei étkezők száma pedig 37 fő. 37 gyermeket érint a településen ez a rendszer, ez a nyári étkeztetési rendszer. Ez szociális alapon történik, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ezek a gyerekek, szinte mindenki igényli ezt a fajta támogatást. Évek alatt ez már egy bevált étkeztetési forma, mind külterületen, mind belterületen veszik igénybe a gyermekek, a külterületen a helyi gondozási központnak a busza szállítja ki számukra, míg a belterületen ide jönnek a konyhára és itt veszik igénybe. Én úgy gondolom, egy jó minőségű meleg ételhez tudnak jutni a gyermekek. Ennek egyik alapja a közmunkaprogram, hiszen a közmunkaprogramban több mint 11 hektáron gazdálkodunk, és ennek döntő részét ide a konyhára szállítjuk be az ott megtermelt terményeinket, ezáltal is biztosítva azt, hogy a lehető legjobb és legtöbb ételt tudjuk a gyerekek számára biztosítani a nyári időszakban is. Azok a szülők vagy törvényes gondviselők, akik esetleg még nem jelezték igényüket szünidei étkeztetésre, azok a nyár folyamán bármikor megtehetik ezt a lakóhelyük szerinti illetékes önkormányzati hivatalban.